csinálsz, ahhoz neked semmi közöd. Hé, már lesöbletek már itt tévézni? Már nem is néztem nyugodtan a sorozatomat. Aj, ezt nem hiszem el, már semmit nem csináltok veled. Esküszöm már neked, csak arra vagyok, hogy takarítsak, főzzek neked, és most fizessem a lakbért. Ennyire. Bocsi, nem hallom tőled a sorozatom. Haj. Néhány hónap múlva. Na mi van, még mindig sírsz? De most komolyan mi rosszat tettem neked? Most mi van, mit sírsz? Nem is ütlek annyira erősen. De éppen már mindjárt szétszakadok. Még többet akarsz? Vagy befejezd a vinnyogást. De én... Ha jól van, megyek fölfele az ágyamra. Hova szaladsz már megint? Jó van. Nagyon, hány ingered lett hirtelen? Örülnék is neki. Úristen. Úristen. Úristen! Úristen! Mi van? Édesem? Mi van, cukorbursú? Én terhes vagyok. Micsoda? Igen. Na, jól van. Mi az? Nem örülsz neki? Most azonnal pakolsz össze. Megbeszéltük, hogy nem akarunk gyereket. De... Nem örülsz neki? Persze, hogy nem örülök neki! Pakolás! Hova? Húzhatsz innen a nyavajás gyerekeddel. Most mire vársz? Ne szipogjál itt nekem, siess! Azt hiszem, itt megleszek. Bemegyek ide. Még itt is melegebb van. Ezt még elteszem későbbre. Felveszek egy melegebb ruhát. Itt vannak jegyek, amiket már nem lehet felhasználni. Még van néhány ruha. Még idővel felfedezem ezt a helyet. Remélem majd minden rendben lesz. Néhány hónappal később. Nyugodj meg. Azt a tortát sikerült megtartanom, és ezt neked tartogattam. Ígérem, szerzek valahonnan ételt. Ígérem. Remélem, hogy jó anyuka leszek.
De az a baj, hogy ez szegényen nem fog menni. Hát ez meg kirakta ide. Itt vannak képek kisbabáról. Érdekes. Ó, szegény. Biztosan az anyukája rakta ide, mert ő már nem tudta nevelni. És valahonnan lefotózta őt. Na mindegy. A képeket is mindjárt beviszem. Nálam sokkal jobb helyen lesz. Anya? Igen? Csak annyit szeretnék kérdezni, hogy azt mondtad, hogy te csak a nevelő anyukám vagy. Hát, igen, azt mondtam. És nekem vannak gyerekkori képeim, mert Izácskának, a csoporttársamnak vannak olyan képei, amin ő van rajta. Kicsi korában, mikor még én picike voltam. Hát, mikor tudod, anyukád ide rakott az ajtóm elé, akkor rakott néhány képet is, amit nem értek miért. De gondolom azért... Na, akkor itt megnézem. Ó, hát van is néhány. Megnézhetem. Hát persze. Ó, itt ilyen szürke háttérben vagy, de kis cuki voltál. Nagyon cuki voltam. Ó, milyen kis pici voltam. Ó, hát itt éppen becsuktad a szemed. Alukálni próbáltam. Mi az a... Mi az ott a... Ott mögöttem? Az ott? Nem tudom. Biztosan csak valami amfotózáshoz. Nem, az valakinek a haja. Látom, hogy az valakinek a haja. Jaj, kicsim, az biztos nem valakinek a haja. Nézd, itt meg benne vagy egy dobozkában. Ebben a dobozkában voltál. Anya! Mi az? Ő itt az igazi anyukám. Ó, szóval magáról is csinált képet. Igen. Látni akarom őt. De nem tudjuk, hol van. Szegény! Szegény! És tudod, hogy... Hol laknak a szegények? Tudod, abba én régi parkban, vagy a szemétdombon. Hát jól van, kicsim, nézzük meg, de már biztos nem ott van. Anya, én biztos vagyok benne, hogy itt van az igazi anyukám, kicsim. Ne csináld már ezt. Elhoztalak ide. Semmiért. Hát akkor minek hoztál el? Csak neked akarok jót. De tudod, hogy nem lesz itt. De én bemegyek. Jaj, kincsem. Anna! Hát nagyon meg akartam nézni, mert... nézegettük a képeket, és látta rajta, a képen látott téged, és ezért azt hitte, hogy hát igen, jól gondolta, hogy itt vagy. Anna! Kicsim, végre láthatlak. Um,
figyelj, lakhatsz nyugodtan nálunk, hogyha szeretnél. Végül is elférünk hárman is, mert neki lesz egy ágya, úgyis mindjárt, és akkor nem kell, hogy szegény legyél. Ó, hát ez nagyon sokat segítene az életemen. Jól van, akkor nyugodtan jöhetsz. Ó, csak összepakolom a cuccaidat. Nem kell, majd veszünk újat. Akkor most már anya is velem fog lakni? Velünk? Hát igen, hogy mostantól ne szakadjatok szét.